Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, az emberek 98%-a nem hiszi el, hogy nagy dolgokra képes. Én írtam az Ingatlan Sámok című könyv első-második részét, enyém az Ingatlan Sámok klub, illetve Udemy is van oktatóanyagom. Ez egy nagyon nagy belső gát, ezt van egy nagyon jó és közeli barátom, ismerősöm, és önnek ilyenkor mesélek ő róla, hogy te micsoda értékeket hordozol, mekkora tudás van benned, hogy az milyen szuper lenne, hogy én is hogyan tudnám azt használni, hogy dolgozzunk össze. Ő meglepődve válaszol, hogy ha ő ezt nem hiszi, ez tényleg így van. Elképesztő. Tehát egy nagyon-nagyon tehetséges ember, ezt nyugodtan mondhatom, most ugye hátam mögött, ezt őnek is elmondta, hogy elképesztően tehetséges ember, nagyon-nagyon sok mindenben, és gyakorlatilag elbalfaszkodta az életét eddig, mert ebből semmit nem használt, semmit. Tehát elképesztő, és könnyen lehet egyébként ez a videó is most pontosan erről szól, hogy te is ilyesmi vagy, és az emberek nagyon sok része, hogy baromi jó, baromi tehetséges, ez az emberke nagyon sok mindenben tehetséges, tehát legyen, minden embernek van legalább egy olyan, ami tehetséges, egy olyan dolog, amiben kiemelkedik a többi közül, te is biztos, hogy ilyen vagy, csak könnyen lehet, hogy ezt elfojtod, és vagy nem figyelsz rá, már belefásultál, eddig se jött össze, miért jönne össze, stb. És igazából én azt mondom, ahelyett, hogy nagy dolgokra lennél képes, és nagy dolgokat csinálnál, szépen elbújsz az ilyen középszerű emberek között, úgymond, és akkor szépen középszerűen elérdegéled az életed. Elnézem, mert akik így a reklámaim alatt inkább kommentálnak. Tehát azok is, mikor hogyan lett ingatlan pénz, meg egyebek nélkül, ugye banki hitel nélkül venni. Tehát én ezt leoktattam már, tehát van ilyen tanfolyamom, és azok az emberek, akik ezt megkapták, ők azt mondták, hogy megkaptuk, amit akartunk, és tényleg ez így rendben van, tehát hogy most ő utána beszélek, tehát van ilyen. Egy valamit ne felejtsünk el, hogy ezt tudás nélkül viszont nem tudod megcsinálni. Nyilván én elmondom neked, hogy mit csinálj, de neked a tudás még azért, tehát ezt neked gyakorolni kell, maradjunk ennyibe. Ezt azért mondom, ez most nem a reklám helye, és ez az előadásom legközelebb úgyis csak egy év múlva lesz, úgyhogy ez nem mostanában lesz. Jó? De ettől függetlenül, ne elégedjél meg a középszerűséggel, ne elégedj meg azzal, hogy jó, az végig is van, másik is ezt csinál, meg a szomszéd is ezt csinálta, meg az apám is ezt csinálta, és én nagyon sok öreg embert is elnézek, ilyen 60-70 közöttieket most, és gyakorlatilag egy ilyen életúgy megkeseredett emberekké váltak, holott szerintem az élet annál sokkal szebb, hogy te beéld azzal, hogy mit nem tudsz megcsinálni, meg arra koncentrálsz egész életedbe, nem hiszed el, hogy micsoda rejtett tehetség és képességek vannak benned, már pedig minden emberben van. Csak az a baj, hogy ugye van az iskola, meg van a munkahely, és ugye most azt mondom, hogy hú, van egy matek verseny, ó fiam, te hülye vagy a matekhoz, te tök hülye vagy, és akkor beléd plántálják azt, hogy te hülye vagy. És ez azért nem jó, mert hozzám is járnak olyan gyerekek, hogy lehet, hogy matekból hülyék, viszont sportban kiválóak. Tehát világbajnok is lehet majd, hogyha ugye jár edzésre, meg vannak összetevői, de benne van az esély, hogy igen, lehet világbajnok is, mert viszont kiemelkedik a többi közül. Tehát ő neki nem az a úgymond unikum kompetenciája, vagy az erőssége, hogy ő most matek zseni, hanem az, hogy ő a sportban jó, és lehet, hogy te is ilyen vagy, hogy a sportban vagy jó, vagy a nyelvérzéked baromi jó, akkor erre kell építeni, de hogyha jó a nyelvérzéked, és megtanultál 6 nyelvet, akkor ne menj el mondjuk valahol 3 műszakba dolgozni, mert az meg a vicc kategória, és a legtöbb ember ezt csinálja. Hogy van egy hatalmas tudás benne, amire a piac fizetne, 1000%-ot fizetni, és kíváncsi rá, és ehhez képest elmegy egy multinak gályázni, és én meg nem értem, hogy miért, holott ahelyett, hogy keres 1-200 ezer forintot, milliókat kereshetne, akár most nyert, de csak most mondtam valamit, de sporttól kezdve bármelyik ugyanez, hogy azt mondom, hogy igenis nézd meg, hogy te miben vagy tehetséges, ha nem tudod kérdezni a szüleidet, a környezetedet, meg környezeted is tudja, hogy te miben vagy egyébként tehetséges, és akkor picit állj rá arra, hogy azt fejleszd, és utána add el. Nyilván az egy másik történet, de én azt mondom neked, hogy ezzel érdemes foglalkozni, mert ha te valaha, mikor annyi idős leszel, mint én, hogy a boldogsághoz vezető út ez, hogy ingatlanokkal foglalkozom én is, de azért írok és azért adok vissza így tudást neked, mert ez örömet okoz. És ez a lényeg az egész életnek, hogyha ez nincsen meg, akkor minek élsz?
Már bocs. Úgyhogy amennyiben tetszett és hasznos volt, akkor kérnék egy lájkot, vagy esetleg írd le véleményed, hogy erről mi a véleményed, vagy hogy szerinted te miben vagy tehetséges. Aztán majd visszakérdezek, hogy akkor ezt miért nem használod. Jó? Köszi, szia!